Györfi napokra készülve, kiváló szakmai munka a Kuthenúti óvodában, sok tudást kapott a Györfitől, fejlődő kunmadaras. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. február 9-én 18 óra 5 perckor. Kovács Miklósnéval, a Györfi István Katolikus Általános Iskola igazgatójával beszélgettünk arról, hogyan zárták az első fél évet, és milyen újabb feladatokkal indították a másodikat. Minden tanuló sikeresen vette az első fél év teljesítését. Ez egy tájékoztató jellegű információ a tanuló és a szülő felé, hogy az adott évfolyamnak a tantervi követelményeit a gyermek hogyan teljesítette. Ezen még lehet nagyon sokat javítani évvégéig, mondta az iskolavezető. Ez egy tájékoztató jellegű, és természetesen ebben a fél évben is voltak azért hiányzások, ami visszavetette a gyerekeket az előrehaladásban, hiszen küzdöttünk a járványnak a veszélyeivel, többen kerültek karanténba, de hál' Istennek azért a tanítás az jelenléti oktatással folyt egész fél év során, tehát nem kellett osztályokat karanténba küldenünk. Gyerekek kerültek karanténba, de aztán megoldottuk, hogy küldtük nekik a leckét, ezt vagy osztályon belül az osztálycsoportban, de minden pedagógusnak feladata, hogy a krétanaplóban is jelölje a gyerekeknek a házi feladatot, és így akik otthon voltak és már kilábalóban voltak a betegségből, vagy esetleg nem a saját maguk fertőzése miatt voltak karanténban, akkor ők tudtak haladni a tananyaggal. Tehát mindenféleképpen arra biztatok minden diákomat, hogy határozza el magát, tűzzön ki maga elé célokat, és a következő fél év még itt van a javításnak a lehetősége. Szervezik a Györfi napokat. A járvány miatt nem hirdették meg azokat a városi versenyeket, amelyeket korábban. Most csak az iskola tanulóinak szervezik ezt meg. A korábbiakhoz képest egy plusz, és örültem is nagyon neki, hogy a diák önkormányzat és a nyolcadikosok ezt önállóan szervezték meg maguknak, és bővítették ezzel a Györfi napoknak a programját. Február 11-én reggel itt az iskolában a diák önkormányzat az iskola rádión keresztül emlékezik meg Györfi István életéről és munkásságáról. Majd, amikor egy kicsit jobb idő lesz, 11 óra körül, illetve 11 órakor a múzeumparkban tervezünk egy városi ünnepséget, ahová szeretettel várjuk a város lakosságát is. Itt egy megemlékezés, egy rövid megemlékezés lesz, és koszorúzás Györfi Istvánnak a szobránál. Aztán bejövünk ide az iskola épületébe, és itt a könyvtárban egy kiállítás megnyitására kerül sor. Köszönet ezért a Nagykunsági Népművészeti Egyesület elnökének és titkárának, Eskovács Ilona asszonynak és Gál Andrásné Ilikének, akik az iskola rendelkezésére bocsátják a Györfi napok idejére a Kunkapu kiállításukat, és azt lehet majd itt a gyermekeinknek megtekinteni az iskolának a könyvtárában. A helytörténeti pályázatra is szép számban érkeztek pályázatok mindkét témában. Szép számban érkeztek pályázatok az idei évben is, hasonlóan a tavalyi évekéhez, de természetesen tudjuk azt is, tudomásul veszük, hogy a vírus ezt is befolyásolja. Akkor, amikor a témákat kiírtuk, akkor gondoltunk erre is, hogy lehetőleg kerüljük olyan feladatot adjunk, ahol szoros kontaktot kell kialakítani. Ezért esett ebben az évben az egyik témaként a választás a Nagykunsági Krónika bemutatására, hiszen azt kértük a gyerekektől, hogy írjanak egy figyelemfelkeltő könyvismertetőt a Nagykunsági Krónikáról, amelyet tulajdonképpen Györfi Istvánnak az alapműveként is emlegetünk, és ebben az évben pontosan 100 éve, hogy itt Karcagon a Kertész és Nagynyomdában kiadásra került Györfi Istvánnak ez a munkája. A másik téma pedig, tovább folytattuk a tavaly meghirdetett témát, 250 éve települtek be Karcagra az első katolikusok, és ezt a katolikusokkal kapcsolatban lévő témákat folytathatták még a gyerekek ebben az évben is.
Most a járvány miatt a néptáncgálát később tartják, de kis összeállítás látható lesz az iskola honlapján és a Facebook oldalán. A gálát májusban tervezik a Dérinébe, épp úgy, mint az alapítványi bált. Tudjuk azt tapasztalatból már, hogy nagyon sok ilyenkor a hiányzó. A néptáncgálára a gyerekek egész tanév során készültek, készen vannak a produkciók, ebből majd egy kis nyúlfarknyi összeállítás látható is lesz az iskolának a honlapján és a Facebook oldalán, de a nagy volumenű néptáncgálára azt majd egy tavaszi időpontban, tehát olyan májusban tervezzük a Dérinében, a hagyományos módon, amikor minden osztály a színpadra lép, és a szülők, hozzátartozók megnézhetik a gyerekeknek a produkcióit. A bállal hasonlóképpen gondolkodunk, a nyelvi laborral a nyelvtanulásért alapítványnak van egy nyertes pályázata, és ennek a keretén belül kerül majd megrendezésre a bál, azt is egy későbbi időpontban, május végére, június elejére tervezzük. Balajtiné Sütő Margittal, a Madarász Imre Egyesített Óvoda, Kúthen úti óvodájának tagóvoda vezetőjével beszélgettünk arról, hogyan indult a 2022-es év. Évvégén csoportonként megünnepelték a télapót, illetve a karácsonyt. Sajnos a helyzetre való tekintettel szülők nélkül, de a szülőket fotókkal tájékoztatják gyermekeik napjairól. December ugye az adventi időszak, a karácsony a télapóvárásról szól. Természetesen csoportonként megünnepeltük a télapót is, illetve a karácsonyt is, sajnos ugye a helyzetre való tekintettel szülők nélkül, de mindig törekszünk arra, hogy a szülőket ugye tájékoztassuk arról, hogy mi történik az óvodánkban, mi történik a gyermekeikkel. Így a zárt internetes csoportban képeket, illetve videókat töltöttünk föl arról, hogy hogyan ünnepeltük meg a télapót, illetve a karácsonyt. A januári időszakban több projektet dolgoznak fel. Tél, madáretetés, az állatokról való gondoskodás. Erre az örökös zöld óvoda nagy hangsúlyt fektet. Az egyik csoport épp ott jártunkkor a madár eleséget rakta ki az etetőkbe. Most a januári időszakban több projektet dolgozunk föl, így közte van a tél, a téli madáretetés, az állatokról való gondoskodás, hiszen mint zöld óvoda, örökös zöld óvoda, erre mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, úgyhogy például ma az egyik csoport az udvaron a madár etetésről fog gondoskodni. A tél projektje után következik a farsangi időszak, amit csoportonként fognak megtartani, és a szülőket zárt csoportokban egy-egy videófelvétellel, illetve fényképpel tájékoztatják, aminek a szülők nagyon örülnek. Most itt van a téli időszak, a tél projektje, a téli öltözködés, az emberek élete hogyan változik meg télen, az állatok élete hogyan változik meg télen, illetve a téli örömök, a szánkózás, a hógolyózás, a hóemberépítés. Ez az egyik projektünk, illetve ugye kiemelten kezeljük, mint az előbb is említettem, a madárvédelmet, a madarakról való gondoskodás, illetve következik a farsangi időszak, és már elkezdtünk a farsangra is készülődni, természetesen ezt is csoportonként fogjuk megtartani, és ugyanúgy, mint az elmúlt adventi időszakot, a szülőket tájékoztatni fogjuk ugye a zárt csoportokban egy-egy videófelvétellel, illetve fényképpel. Napi szinten kapcsolatban állunk a szülőkkel, ugye hozzánk viszik a gyermekeiket, de az, hogy ők látják azt, hogy hogyan telik a gyermekeiknek az az egy-egy ünnepnap, nagy örömükre szolgál, és nagyon örülünk neki, hogy ezt természetesen szinte majdnem 100%-osan tudtuk ugye a szülőket bevonni ezekben a zárt csoportokban, és így mindenki tud értesülni erről. Az óviban 4 tehetségműhely van. Ezek közül most a néptánc tehetségműhely a Szent Pál Marista Általános Iskolával készül egy közös programra, a tél előzésére, a tavasz köszöntésére. 4 tehetségműhelyünk van, és ezek közül most majd a néptánc tehetségműhely a Szent Pál Marista Általános Iskolával készül egy közös programra, a tél előzése, a tavasz köszöntése, úgyhogy ez van most szervezés alatt, illetve erre készülnek a gyermekek, és természetesen ugye, hogy a többi 3 tehetségműhelyben is tevékenykednek folyamatosan a gyermekek, illetve van egy tehetség pályázatunk az ének tehetségműhelyjel, és a pályázati megvalósítás időszakában vagyunk most.
Fokozottabban, egyénileg foglalkoznak az iskolába menő gyermekekkel. Most van az az időszak, amikor a szülőknek dönteniük kell, hogy marad esetleg még egy évet a gyermek az óvodában, vagy megy iskolába ősszel. Eddig is folyamatosan készül, lőttünk, illetve a gyermekeket készítjük az iskolára, az iskolára való alkalmasságra. Igen, pont most van az az időszak, amikor a szülőknek ugye dönteniük kell, hogy marad-e esetleg még egy évet a gyermeke, mert úgy látja, hogy még jó lenne, ha maradna, illetve elég sok gyermekünk el fog menni iskolába, és természetesen, hogy törekszünk az egyéni fejlesztésre a gyermekeknél. A szeptemberben érkezett több mint 30 kis csoportos megszokta az óvodai környezetet, szabályokat, jól, biztonságban érzik magukat, és a szülők is megelégedve hagyják itt gyermeküket minden nap. Nagy hangsúlyt fektetnek a pedagógiai programban a mozgásra. Minden nap szoktak a gyermekekkel mozogni, tornázni. Ha az időjárás megengedi, az udvaron, amely nyáron megújult. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk és kiemelten kezeljük a pedagógiai programunkban is, illetve a mindennapjainkban is a mozgás fontosságát. Minden nap szoktunk a gyermekekkel mozogni, tornázni. Ha az időjárás megengedi, és nem annyira zord, akkor természetesen, hogy kimegyünk az udvarra, hiszen megújult az udvarunk a nyár folyamán, és nagyon-nagyon örülünk, hogy új udvari játékkal bővült a játékállományunk, illetve ha nincs rá lehetőség, akkor pedig bent a jól felszerelt tornaszobánkban szoktunk minden nap mozogni a gyermekekkel, hiszen nagyon fontosnak tartjuk eddig is, de ebben az időszakban pedig még jobban a gyermekeknek a mozgását. Illyés Péter, a György István Katolikus Általános Iskola végzőse központi felvételire készül, mert a továbbtanulásához erre van szüksége. A részletekről beszélgettünk vele. Esztergomba a temesvári Pelbárt Ferences gimnáziumba készül, a központi írásbeli matematikából és magyarból van, és lesz szóbeli elbeszélgetés hittamból. Hát már tavaly is beszéltek a tanáraim arról, hogy lesz egy ilyen iskolai felkészítő, aki szeretne megírhatja, és hát én már akkor gondolkoztam, hogy hova szeretnék tovább tanulni, és láttam, hogy oda kell, így hát mondtam azoknak a tanároknak, akik felkészítenek, hogy szeretnék én is menni, és otthon is, és az iskolába is készültem rá. Péter a hittan és történelem tanulmányi versenyeken is sok sikert ért el a Györfiben. Történelemben a modern kor, a II. Világháború után a kedvence. Hozzám közelebb áll azért, mert ez a történelmi kor a legközelebbi. Így sokat tudnak beszélni a családtagok és mindenki más. Kedvenc költője Ady Endre, és tőle a Párizsban járt az ősz című vers a kedvence. Az elmúlt 8 évben a Györfitől sok tudást kapott. Sok tudást, tanulmányi és lelkületi tudást. Mivel másodikos voltam, és akkor átvette az iskola a katolikus egyház, ezért én akkor kerültem be a templomba, akkor kezdtem el minisztrálni, és talán ez az, amit úgy legjobban köszönök. Mára már szülei is ott vannak a templomban, édesanyja is azóta megkeresztelkedett. Támogattak, eleinte ugye még el kellett vinni a templomba, ezért volt, amikor elkísértek, csak akkor anyukám még csak a templom kapujáig jött, aztán bejött, de elment, aztán volt, amikor ott maradt, és azóta ő is jön velem, megkeresztekedett, és a beavató szentségeket ő is megkapta. Péter várja az iskolát és az önálló életet. Azért lesz honvágya, hiszen havonta jöhet majd csak haza. Szerintem fontos azért elég korán megtanulni azt, hogy belekezdjek az életembe, de azért lesz honvágyom. Az önálló életéhez családján túl a 8. osztályközösségtől is sokat kapott. Alkalmazkodni tanultam. Megtanultam azt, hogy hogyan kell más emberekhez hozzászólni. Nyitottabb lettem, és azokkal az emberekkel is mostanában többet beszélek, akikkel talán még a tanulmányaim elején nem. Verseny eredményei közül az angol nyelvű hittanversenyen elért. Sikerére a legbüszkébb. Nyelvvizsgára is készül angolból. Esztergomban olaszt is szeretne majd tanulni. Szereti az egyéni és csapatversenyeket is. Bár vicces volt, amikor énekelniük kellett egy versenyen. Voltam egy hittanversenyen, és elméletben nagyon sokat készültünk rá, tanultunk. Egy csapat volt, hárman voltunk, és mondták, hogy lesz egy ilyen feladat, amikor majd csinálni kell valamit, de nem mondták el micsoda. És az akkori év mottójához kapcsolódott, hogy kellett készítenünk egy dalt.
és a többi csapat előtt elő kellett adnunk, és ugye három fős csapatok voltak, és 27 csapat volt, és előttük kellett előadnunk, és ez kicsit úgy meglepett is. Nem is a szöveg sem, és az előadás mód sem lett a legjobb. De nem csak mi, hanem mások is jót nevettünk egymáson. A fél év ilyen nagyon jó lesz, sokat tanult évközben minden tárgyból. Balogh Mariannával, Kumadaras község polgármesterével a településükről, az elmúlt évek alatt történt beruházásokról, fejlesztésekről, valamint Kumadarast érintő jövőbeli tervekről beszélgettünk. Mai vendégünk Balogh Marianna, Kumadaras polgármestere. Üdvözlöm, polgármester asszonyt, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, én is tisztelettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit, és köszönöm szépen a meghívást. Miben és mennyiben változott az elmúlt évek alatt Kumadaras? Az elmúlt években nagyon sok beruházás érkezett a településre. Az elmúlt évben arra törekedett a képviselőtestületünk, hogy mindenképpen az anyagi helyzetünket próbáljuk meg stabilizálni, mert 2020-ban olyan sok beruházást, 5 nagy beruházást valósítottunk meg, aminek nagyon sok volt az önkormányzati hozzájárulása, az önereje, és arra kellett törekednünk az elmúlt évben, hogy stabilizáljuk a pénzügyi helyzetet, és hogy biztonsággal tudjuk az intézményeinket üzemeltetni. Én azt gondolom, hogy az év végére ezt a célunkat sikerült is teljesíteni. Építettünk az elmúlt évben egy új piaccsarnokot, ami nagyon szép lett, és átadásra is került. Nyertünk el a nyár folyamán egy 400 millió forintos topos pályázati összeget, ebből belterületi csapadékvíz elvezetésére fog sor kerülni, amelyen belül 9 utcában burkolt árokrendszer kerül kiépítésre, és 2 átemelőnek a felújítása fog megtörténni. Nyertünk pénzt új gyermekjóléti szolgálat építésére is. Itt jelenleg folyamatban van egy forrásemelési kérelmünk, hiszen olyan szinten megnövekedtek az építőipari árak, hogy sajnos ennyi önerőt nem tud az önkormányzatunk hozzátenni. És hát a településnek egy nagy öröm volt egy decemberi kormányhatározat, amelyben arról értesítettek bennünket, hogy 87 millió forintot kapunk belterületi utak fejlesztésére, felújítására. Ebből 3 út fog megújulni, az Áhim András utca, a József Attila utca, ezek új aszfaltburkolatot fognak kapni, illetve a Tópart utcánk, ez az egyetlen utcája Kunmadarasnak, ahol semmiféle burkolt vagy útalap nincs, és ott útalapot szeretnénk kialakítani. Ez nagyon fontos, és nyilván a lakosok részéről nagyon sok jelzés érkezik ezzel kapcsolatban, hiszen nagyon nehezen tudnak bemenni akár a közszolgáltatók, mentők, ügyelet, úgyhogy ez egy nagy előrelépés lenne a település érdekében. És hát azt mondtam, hogy sikerült a céljainkat teljesíteni, ez így is igaz, de egy nagyon rossz eseménnyel zártuk 2021-es évet. Erről nagyon sokan már nyilván a médiákból értesültek, hogy az egyik tagovodai intézményünk valószínűleg elektromos zárlat következtében kiégett. Gyakorlatilag az egész épületben minden eszközt, mindent egy ilyen 1 cm-es koromréteg lepte be. Nyilván azonnal megkezdtük a károknak a felmérését, és elkezdődtek a helyreállítási munkák. Ehhez az önkormányzata azonban Viszmajor kérelemmel fordult a belügyminisztérium felé. Ennek majd nyilván várjuk az eredményét. Szeretnénk, hogyha a gyermekek márciusban már visszatudnának térni ebbe az óvodai közösségbe. Ide egyébként 36 kisgyermek jár ebbe az óvodába. Éppen tegnap volt testületi ülés, és akkor az intézmény vezető asszony felhatalmazást kapott arra, hogy február 28-ig ebbe a tagovodai intézménybe rendkívüli szünetet rendeljen el.
Ugyanakkor gondolkodtunk azon, és nyilván az önkormányzat intézményének a részéről érkezett az az ötlet, hogy ajánljunk meg, illetve kezdjünk bele egy adománygyűjtésbe az óvoda javára, és úgy voltunk vele, hogy hát lássuk, hogy mennyire fog össze gyakorlatilag az egész ország ebben az ügyben, és nagy örömünkre nagyon-nagyon sok felajánlás érkezett. Nagyon sok magánszemély, civil szervezet, vállalkozás, a Kunmadár motorosai mellé álltak az ügynek, és megmozdult a művészvilág is, úgyhogy akár már láthatták is a környékben élők ezt, hogy március 4-én egy jótékonysági gálaesttel készülünk, és annak a bevétele nyilván az óvodának az anyagi helyzetét fogja javítani. Számos beruházás, fejlesztés készült el, és ezek szerint van folyamatban, amelynek megvalósításához nagyon sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen. Köszönjük az interjút. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!